körülmények adottak hozzá, a pályatalaja kitűnő, tehát elég komoly kárt okozott azért a pályáknak a decemberben lebonyolított utolsó mérkőzés, vagy utolsó forduló, az előrehozott tavaszi forduló. És most jöhet ez a bizonyos kontra. Igaz, hogy annyira nem mentek előre a debreceniek, tehát létszámfölényt nem tudott kialakítani az MTK. Pese. Ez lövőhelyzet, méghozzá nem is volt rossz próbálkozás. Horváth Zsolt fordult rá, és küldte kapura a labdát. A prioritást nyilvánvalóan a kupa szereplés élvezte. Guadla. Pontatlan volt a labdája Jovanovicsnak, hosszú, viszont Varga rúghatja rá! A 11. percben a Rukkopoli erővel eltalálta Varga. Csapódott lefelé a labda, akkor már lehetett érezni, hogyha ez túljut Hegedűsön, ebből nagy baja származhat az MTK-nak. Harsan szabadrúgás jön. Tisza be a kapu elé, Szili becsúsztatta meg. Épp hogy mellé. Kálnokik is. Bukmir. Nagy, íme itt a lehetőség. Nagy bejátsza a labdát, Torgelle mögé ment. Egyetlen egy hiba elegendő volt, és már is ott volt az egyenlítési lehetőség. Itt pedig már Szidibe gólhelyzete. Szidibe, hatalmas Bukmir mentés, de még ott van Szidibénél. Tisza kicsit bele bonyolódik. Varga megint próbálkozik, kiüti a kapus, Szidibe lő, gól! Hát másodszor már kalandos körülmények között jutott a labda Szidibéhez, de nem adja meg a gólt a játékvezető. Szidibe le sem volt. Itt van Varga lövése, ez nyilvánvaló. Hát egy lehetőségen kívül semmi esélye nem volt a gólszerzésre a vendégcsapatnak. Varga fejel fölé! Lefejeli a földre, a talajra a labdát, onnan pedig fölpattan, és ezúttal nem a léc alá, hanem a léc fölé. Zsinórban 4 mérkőzést nyert meg, bajnoki mérkőzést a Debrecen. Varga most hibázott, Torgelle elvitte a labdát, és kijön a kapustól, és ott az egyenlítés. Egyetlen egy hiba elegendő volt ahhoz, hogy végül is sikerüljön egyenlíteni Pölöskei révén az MTK-nak. Pölöskei első lövését még Verpec kiüti, és a saját kipattanójára megy végül is Pölöskei, és helyezi a labdát az üres kapuba. Hidvégi. Torvát. Bevitte 3 debreceni közé a labdát Jovanovics. Nagyon rafinált megoldás volt. Jovanovics beletekert, a hosszú felső irányába lőtte. Behátrált Hegedűs egy pillanatra, azt hiszem pánikba is esett a kapus, hogy nem hullik-e ez esetleg be. Korhut. Szidibe. Tisza. Büntető, 11-es, ez befújta most a játékvezető a 79. percben. Most viszont az MTK játékosai támadják meg Németh Ádámot. Tisza Tibor most van rendesen a helyén a 11-es ponton, úgy, ahogy ő gondolja. Sípszó Arsan, Tisza lő, és a jobb sarokba. Hiába vetődött jó irányba Hegedűs kapus, és bosszankodik. Bevágódik végül is a labda. 2-1 a debreceni javára. Másodszor vezet a Debrecen. Inkább leviszi oldalra a szöglet zászlóig. Húr. Kálnokik is odalépett keményen, aztán levezeti mindenféle indulatát az asszisztensnél. Sárga lap. Piros. Hatalmas küzdelmet hozott az év utolsó NB1-es mérkőzése. Debrecen MTK 2-1.